Kedves nézőink, Nick Kárpád nevét nagyon sokan ismerik az országban és világszerte. Talán ő volt az első erős ember az országban, aki hihetetlen akarattal, képességekkel és tudással olyan dolgokat mozdított meg, olyan dolgokat emelt fel, amelyre úgy gondoltuk, hogy ember képtelen. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Rengeteg riportot adtál az elmúlt években, rengeteget foglalkoztak veled, de azt gondolom, hogy amikor tényleg erről az erőember kifejezésről beszélgetünk, vagy megemlítjük, akkor te vagy az első, akit számon tartunk. Aztán utána jöttek követőid egy picit a fiatalabb korosztályokból is, de azt gondolom, hogy úgy az igazán a névjegyét Nick Kárpi és Fekete László tették le. Miért pont kettőtök az, aki az országban aki az országban megteremtette ennek a fogalomnak az ismertségét? Valóban ez így van, és én most a Lacit emelném ki udvariasságból, szerénységből. Aztán utána rád is áttérünk, de a kettő is, azt hiszem, hogy... Igen, valóban abban az időben itt a 70-es, 80-as évekre gondolok vissza, a 80-as évek végére, hogy akkor még kevesebb ilyen extrém tehetséggel megáldott emberek voltak az erőben, illetve az erő gyakorlatoknak a extrémitásában. Tehát csak azért volt tulajdonképpen szerintem szerencsénk, mert nem voltak olyan nagyon sokan. Tehát mi ketten valóban egy ilyen alapkövet, egy ilyen alapkőletételt alkottunk, mert két elég ismeretlen sportágat vagy extrém gyakorlatot hoztunk be a köztudatba. Laci udvariasságban, meg barátságból is említve, ő egy ilyen kőgolyó, erős ember verseny első magyar, így mondom, áldozata, illetve szép és jó képviselője lett. Így ismerte meg az ország és a világ, eredményeket is ért el. Én meg, mint sportársa, kortársa, együtt is versenyeztünk, együtt is bemutatkoztunk, én pedig egy másik gyakorlatban és egy másik sport erőködésben lettem úgymond híres, ami meg akkor ismeretlen volt akár hazánkban, vagy a külföldi sportéletben, hogy különböző mozdítható tárgyakat húztam el egy olyan rendhagyó módon a fogaim segítségével. És itt most meg is állunk egy pillanatra. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki el tudjon mozdítani valamit, nagyon sokféle adottságra, összpontosításra van szüksége. Csak gondoljuk el, hogyha el akarunk mozdítani egy nehezebb tárgyat, az milyen nehézségekbe ütközik. Te mikor kezdtél el egyáltalán az erőddel dolgozni? Mert abban az időben még gyakorlatilag a bodybuilding is csak elkezdett fejlődni, még a testépítésnek sem volt meg az a fajta kultúrája, az a fajta szokása. Súlyemelők voltak, de olyan fajta erőemelés, és pláne foggal, mint amit te csináltál, az egyáltalán miből gyökeredzett? Hát mindenképpen az előbb említett súlyemelésből, tehát súlyemelők voltak, és mint gyerek, tényleg gyermekfejjel, 8-10-12 éves fejjel, én már nagyon szerettem az erős embereket, akik erőlködnek, és kiálltam meg a régi, szép nemzeti sportcsarnokba, ahol nagyon nagy nevű súlyemelőket láttam, Veres Győző, akkor az oroszok közül Pisarenkót, Alekszejevet. Hát már sokan a fiatalok közül nem nagyon tudják, hogy kik, de tulajdonképpen akik szeretik a sportot, azokban olyan legendákat kell, hogy megismerniük, hogy én csodálatosan néztem, hogy a földről 200 kilókat felemelnek a fejük fölé. Hát ez nagyon nagy látvány volt egy fiú gyermeknek, aki már a gyerekkorában is tisztelte az erőt. Tehát az erős embereket. Mitől tisztelted az erőt? Hát az erőt azért tisztelem, ami elsőre vizuálisan ad egy biztonságot, ami tulajdonképpen az életben lehet, hogy ez kevés, amit már most élek meg. Mi ad biztonságot? Az, hogy egy ember fölemel egy súlyt, vagy egy erős ember, aki látszatra erős testtel, erős kisugárzással azt fejezi ki, hogy ő megállja a helyét kint az utcán, az életben. Tehát ad ez egy önbizalmat és egy olyan érzelmi telítettséget, hogy
ha én erős vagyok, akkor én valóban erős vagyok, nem feltétlenül megvédjem magamat, hanem inkább másokat meg tudok védeni, a gyengébbek, gyengébb nemet, vagy a gyengébeket, és ez az erő ad egy olyan tisztelet parancsoló érzést is, hogy ezzel a tudással, ezzel a készséggel, képességével én valami védettséget érzek. Tehát mindenképpen az az erő akkora önbizalmat adott nekem, amit láttam a többi erős embertől, hogy mindenképpen erre vágytam, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Milyen volt az a közeg, amiben te fölnőttél, illetve az iskola? Tehát te úgy érezted, hogy szükséged van arra a plusz önbizalomra, vagy egyszerűen azt láttad, hogy a körülötted levők azok gyengék, és neked meg kell védeni? Igen, tehát lehet, hogy soha nem érintett volna meg ez az érzés, ennek a, amit előbb említettem, látványnak az ereje, ha gyerekkoromban magamon nem tapasztaltam olyan rossz dolgokat, amit meg kellett érni. Atrocitások érte? Igen, tehát ezek az atrocitások voltak például. Voltak ezek a békésebb galerik, amikor verekedések voltak kint a grundon, az utcán. Tehát előfordult, hogy megvertek, kaptam egy pofont, ami nagyon megalázó volt, ilyen gyerekfejjel. Nem voltam gyenge gyermek, iskolás gyermek, de mikor 8-10 magam korabeli suhansz körbevesz egyedül vagy, akkor előfordulnak ilyen atrocitások. És amikor egy ilyen megtörtént, akkor utána az ember szégyenérzetet érez, amit nem kéne, gyengeséget, és nagyon-nagyon maga alatt van, és ilyenkor fogadja meg az ember, mint a mesevilágban, hogy majd azt én egyszer háromszor visszaadom, hogy egyszer olyan erős leszek, hogy nem tudnak majd legyőzni. Igen, ilyen elképzelések kerültek az én tudatomba, illetve ilyen extrém, ilyen rossz érzéseket éltem meg, és sajnos a környezetemben, a családi körben is tapasztaltam ilyen ellentéteket, hogy a gyengébb az elvész, a gyengébet lenyomják, megalázzák, semmibe veszik. Tehát mindenképpen akkor még gyerekfejjel nem tudhattam, vagy nem éreztem, hogy ez az erő különbség, ez nem feltétlenül a fizikai erővel függ össze, és avval kell érvényesülni, vagy győzni, hanem ez lehet tudás, tehát tanulás, tudás, tapasztalat, illetve nagyon-nagyon nagy szeretet érzés, nagyon nagy szeretet tárháznak lenni, amivel ezeket le lehet csúnya szóval győzni, vagy túltelen magamat lehet kezelni. Abban az időben még ezt nem éreztem át, ehhez sok-sok év kellett, akár 40 év, amit már ma átérzek. Hát bölcsülünk valóban. Igen, és neked is. Ugye el kellett, mint ahogy mondtad, hogy talán 40 év is eltelt, mire ezt a bölcsességet ki tudod mondani, vagy le tudod szűrni, vagy felszínre tudod hozni. Mindenképpen. Visszamegyünk abba a bizonyos sportcsarnokba, ahol láttad ezeket a világhírű súlyemelőket emelni. Ezek után fogtad magad és lementél egy súlyemelőterembe? Hát először még nem, de a súlyemelés nagyon tetszett. Abban az időben atlétikával foglalkoztam, gerelyhajítóként kezdtem a sportolást. De abban nagyon jó eredményeket is értél el, hiszen hát, gerelyhajításban azért volt a ifjúsági bajnoki címeid. Hát inkább legyek szerényebb, tehát ilyen felnőtt szinten bajnokságokat nem tudtam megnyerni, talán meg se közelítettem, de valóban ifjúsági koromban többször voltam magyar bajnok, egy nagyon-nagyon híres sportársammal, hogyha megemlíthetem, akit mai nap már csak emlékből idézhetek, és nagyon szomorúan veszem, meg sokszor mindig úgy meghatódok. Ez a Paragi Feri volt, aki nemrég eltávozott közülünk, egy csodálatos sportember, csodálatos ember, gerelyhajító, világcsúcstartó, és vele kezdtük ezt a sportot, és egy ideig, óráig, hát 2 év volt, az nagyon kevés, fej mellett voltunk, aztán ő elhúzott mellettünk, de ez a kezdés, ez csodálatos volt, és mint dobóatlétaként kezdtem, és utána pedig az erősportágakra mentem át, az erőemelésre. Rögtön az erőemelésre? Tehát nem is volt közben klasszikus súlyemelés? A fekvenyomás az egy... Nem, a klasszikus súlyemelés, amit a köztudatban talán jobban ismernek, ez a tipikus fejfölé emelés. Igen. Vagy szakítás, ami sokkal-sokkal nehezem állítom, mint a
az erőemelésnek a különböző válfaja. Hát azért gondoljunk bele, hogy egy súlyt, egy tehetetlen súlyt a fejünk fölül kell emelni valamilyen technikával. Ez a legnehezebb a világon, és ezt tisztelettel elismerem és csodálom. De mindenképpen azért onnan vettem át erőt, és volt egy nagyon kedves barátom lehetett, Bacakó Péter, súlyemelő szintén már nincs közöttünk. Ő adott igazán ilyen motivációt arra, hogy valamilyen formában súlyemeléshez közöm legyen. És utána nem a súlyemelést választottam, azt csak edzés szinten űztem, tehát a dobóatlétáknak kellett súlyt emelnie, de annyira nem szerettem meg, hogy ezt a sportágat versenyszerűen üzzem, és utána következett egy speciális, erős sportág. Amit kézzel emeltél eleinte, azok milyen tárgyak voltak? Mik voltak a lépcsőfokok? Milyen súlyok? Hogyan fejlesztetted fel? Hát először is, ha az utcán sétáltam, elmentem kirándulni, bárhova elmentem, ha láttam egy követ vagy egy ciklát, biztos, hogy belekötöttem. Nem tudtam elmenni úgy mellettem, most relatív kicsi, igen, nagy, igen, igen. Hogy azt fölemeljem, vagy eldobjam, vagy nem tudom, elgörgessem. Tehát egyszerűen vonzottak Vonzott ez az erőködés, és akkor ilyen kövekben nyilvánult meg, mert azokat találtam, és minél nagyobb sziklákat, sőt, ha elmentünk iskolával, gyerekek, sporttársaimmal, vagy iskolatársaimmal, akkor egy picit még úgy, hát elő is hoztam, mert provokáltam a többieket, hogy próbáljátok meg, és tudtam, hogy mert ismertem őket, hogy senki talán meg sem mozítja, és abban egy kicsit kiéltem az egómat, hogy én fel tudtam emelni, és eldobtam. Tehát mindenképpen az erő, ez nagyon megragadott engem. És a fogaddal mikor vagy mikor emeltél először? Hát a fogammal valóban emeltem is. Hát ez a, pontosabban szépen kifejezően a 90-es évek eleje, 90-91-92-höz kötődik, akkor kezdtem. Emelés is volt benne, vagy csak húzás? Ezt az idézőjelben mondom, hogy csak. Tehát ilyen... Mert más ez a fajta emelés, ugye, mert a nyakat is máshogy használom, mert most én próbáltam, hogy itt gondolkodtam benned, ugye, hogy milyen szerveket, milyen részeinket hogyan kell erősíteni ahhoz, hogy egy mutatványban, amikor tonnákat húzol, vagy emelsz, vagy mozdítasz meg, itt egy katamarán, meg nem tudom miket, hát elképesztő, hogy az arra hogyan kell edzeni, és melyik részedet, hogyan edzed hozzá? A korábbi években, mikor ezeket elkezdtem, hogy mondjam, kitalálni, akkor nem nagyon bevallom, nem néztem én tudományos iratok közé, vagy folyóiratokhoz nem mentem utána, hogy tulajdonképpen mit kéne még edzeni külön hozzá, vagy milyen mellék segítő gyakorlatokat végezzek, kiegészítő, igen, hanem csak egyszerűen ezt elképzeltem, éreztem, hogy csinálni kell, és inkább a bevállalásom, a nagyon nagy akaraterőm, az rendíthetetlen, és az elszántság annak fejében, annak elgondolásából, hogy ebből lesz valami, és én ezt beszeretném mutatni mindenképpen, és ebből szeretnék, egyszerűen kimondom, híres lenni, és népszerű. És ennek érdekében, nem is tudom, kit hozzak példának, talán tudnék nagyon sok mai sportolót, de ez szó szerint ez izzadsággal és vérrel járt, az, hogy ezt véghez vigyem. Későbbiekben, mikor már túl voltam egy-két nagy gyakorlaton, akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hoppá, te mire vállalkoztál? Lehet, hogy ott is maradhattam volna. De hát ilyenkor egy versenyző nem gondolkodik, hogy mit veszített avval, hogy mit tesz bele a testéből, meg a lelkéből is. Akkor csak egyszerűen vonultam, mentem, de később nem félelemből, vagy nem aggódásból, hanem azért kezdtem el utána nézni tudományosan, vagy az anatómiát jobban átvenni, hogy ezt a részemet hogyan tudom még terhelni, vagy esetleg mit vegyek vissza, mert már a határok határán vagyok. És ez már a később években, és az hasznomra vált. Mindenképpen tudtam még az alaperőmhöz, meg a nagyon nagy fantázia készségemhez, még tudtam hozzátenni. Tehát mindenképpen
kellett még fejben eldönteni, és fejben erősödnem ahhoz, hogy még erősebb legyek. Mindjárt végigmegyünk, ugye a szikláktól kezdve, mert ott megszakadt. Igen, visszatérünk ehhez, mert én a fokozatosságra azért nagyon kíváncsi vagyok, és gondolom a nézőket is érinti. És ugye itt ebben a műsorban azért mindig példaképeket mutatunk be, tehát mindig olyan sportolók vannak, akiknek az életéből, a tevékenységéből, a sikereiből, a kudarcaiból nagyon sokat lehet tanulni és meríteni. Úgyhogy ezért megyek én ilyen részletesen végig ezeken az állomásokon. És ugye nagyon sok esetben azt szoktuk mondani, vagy látjuk műsoroknál, hogy ne próbálják meg otthon, mert ez egy veszélyes üzem. És ugye, ahogy az előbb is említetted, hogy gyakorlatilag majdnem minden egyes kihívásod van, amikor megmutattad magad, ugye, és kimondtad, és az, ez van. Mindegyikünk, aki közszereplő, sportoló, vágyik a tapsra, az elismerésre, az hazudik, aki azt mondja, nem, én most magamnak csinálom, akkor ne menjen ki, és a négy fal között tegye meg, amit tenni akar, zárójelbe zárva. A sikerért dolgozunk és küzdünk mindannyian, valamilyen szinten. Szóval mik voltak azok a lépések? Akkor egy pillanat, ha visszatérhetek egy kicsit a gyökerekhez. Tehát mindenképpen még annyit, hogyha fiatalokkal beszélgetek, és fiataloknak adok tanácsot, azt nagyon szeretem. Sőt, én nem eldöntöm, hanem próbálom eldönteni a fiatal gyerekekben, az lehet lány is, hogy egyáltalán amit ő akar, az felfogja, mit akar csinálni, tehát ő tudja a fejben, hogy ezt, hogy mire képes, egyáltalán van neki valami alapból, valami indítatás, hogy ezt csinálja? Nagyon fontos, és most térek vissza a gyerekkora. Tehát én olyan körülmények között nőttem fel, ahol a szüleim, mert nagyon szerettem, mert talán ez közhely, mindenki szereti. Ugye akkor a szeretet mellett volt, mikor nagyon haragudtam rájuk, nagyon mérges voltam, és volt, amikor gyűlöltem őket. Azért, ezt én nyíltan vállalom, sokan nem beszélnek, én vállalom. Olyan körülmények között nőttem fel, hogy napi szinten voltak a veszekedések és a verekedések, a sírás és a nevetés, tehát dráma. Tehát olyan gyerekként sokszor a takaró alá bújtam, és onnan vártam, hogy az a történet véget érjen. És akkor már megfogalmazott bennem, hogy ebből ki kell úgy törnöm, de nem, hogy a szülőktől megyek el, és ott hagyom őket, mert utolsó percig velük voltam, és talán a legszebb éveim voltak mégis, mikor velük lehettem, már lehetnék, de ugyanakkor az a történet, ami ezt mellé kísérte, az nem volt mindig jó, sőt, arra készített, hogy törjek ki, de nem fizikailag. Én Budán laktam a Keleti Károly utcában, a második kerületben, ott nőttem föl. A Marci Bányi tér és a Rákóczi Ferenc gimnázium környékén, ami egy kicsikét meg is érintett. És olyan elgondolás volt bennem, hogy nekem valamit csinálni kell, mert nem szeretnék ilyen lenni, és nem szeretnék benne maradni a közöny, a szürkeség és a dráma, a csúnya dráma között, mikor egy ember leragad, hogy a napi veszekedés, szomorúság, szegénység talaján van. Ez borzalmas, ez gyerekfejjel fölismertek, innen menekülni kell, ki kell törni. Az általános iskolában, ahol jártam a Marci Bányi téri fiúiskolában, ott ezek megtörténtek. Alapjában a fizikai erőmmel kitűntem a többi társamtól, és akkor valahogy megtudatosult bennem, hogy én nem a nagyon nagy szorgalmammal a tudás hajszolásba fogom kérni a sikert, tehát hogy tanulhattam a többet, és talán nem voltam buta, egyszerű szóval. De én belismertem, hogy melyik a gyorsabb út, ami a sikerhez visz. Tehát egyszerűen akkor én eldöntöttem, hogy tanulni ahhoz, hogy abból fogjak megélni, nem csak anyagilag, hanem egyszerűen abból tudjam magamat úgy fenntartani, hogy igen, kimondom, nem szívem, hogy legyek valaki, ezért a fizikai erőködést választottam. Tehát a tanuláshoz nagyon nagy szorgalom kell, természetesen. De hát ehhez is. Igen, de esetleg a figyelmem nem annyira kötötte le a tanulás, vagy a magolás, vagy egyetlen. És itt úgy vettem észre, hogy egy osztályban többen voltak gyerekek, akik a kitűnő és a jó tanulók közé estek, tehát én
ezt meg se közelítettem. Én nem akartam itt ranglistán lenni, hogy 5., 6., vagy legyek egy 4-es tanuló, vagy egy 5-ös, az már nagyon szép. És ez most nagyon durván hangzik, és nagyon nagyképűen, de így van, én azt mondtam, hogy ezt csinálom olyan szinten, hogy az iskolákat elvégezzem. Még arra is gondoltam, hogy abban az időben nagyon nagy értéke volt most is, de most már annyira nem ez, meg kevés, hogy egy középiskolai végzettséget, egy érettségit szerezzek. De ezen belül azon munkálkodtam, hogy milyen sportban, vagy milyen fizikai tevékenységben leszek világhíres. Uh-huh. És ebben az édesanyám segített, mert azt mondta nekem, hogy fiam, nagyon jól tanuljál, meg segít, de nagyon jól tanulj, vagy valami nagyon jó sportágat vagy művészetet válasszál, hogy legyél valaki. Na most talán sokan azt mondják a tévéképernyőt, hogy mi az, hogy ez a két választás? Legyek alul, meg felül? Nem, én nem akartam középutat, mert a régi gyerekkori életemben nekem ez kevés volt. Én úgy az volt a fejemben, persze sok tévé műsort néztem, mesefilmet, filmeket, és mindig azt láttam, hogy a hősök, akik kitűntek, főleg jó dolgokkal, azok érvényesülni fognak, jól érzik magukat, másokon segítenek, és ők csak egy példaképek, egy hősök, olyan emberek, akikre szükség van, uh-huh. akikre fontos oda nézni, és én még azt akartam, vagy azt szerettem volna, hogy legyek fontos valakinek, vagy valakiknek. Uh-huh. És ez a sport, ez az én választott erőködésem, ez lehet volna a vívás is, vagy gerehajítás. Mindegy, csak hogy az valamilyen szinten akár egy műsorként, hogy megnézik, vagy esetleg, hogy mint edzőm, majd később segítetek, mindenképpen ez számomra fontos volt, és ez volt a meghatározó, és ebben nekem nagyon nagy löketet adott ez, hogy ezt megélhessem. Visszakanyarodunk az állomásokra, tehát volt a kő, szikla. Utána mi volt a következő, amit megpróbáltál? Tehát nagyjából próbáljuk meg a nagyságrendekkel. Igen, igen. Hát akkor valóban ezek a gyerekkori sziklák voltak, akkor a gyerekkori verekedések, megvéden a többi osztálytársamat. Uh-huh. Ez is nagyon gyakori volt, ami végül is lehetett egy picikét számomra egy kicsit olyan hősködés is, uh-huh. hogy megvédhetem a többieket, vagy valakit. De ugyanakkor bevallom, hogy volt benne egy olyan dolog is, hogy szinte örültem, hogy megvédhetem, mert akkor nekem kellett jönnöm, és megmutattam az erőmet, uh-huh. amivel valahol kitűntem, és elismerést kaptam, de nem biztos, hogy elismerés, mert lehet, hogy ebből igazgatói intő is lett. Tehát valakiket uh-huh. megvédtem, de utána azért, mert fizikai erőmmel éltem vissza, ezért nem mindig kaptam szimpatikus uh-huh. visszajelzéseket, de hát akkor ez a megoldás meg kellett, hogy történjen. És de ez akit is, megvédtél, annak hát, annak biztos, hogy jó meg... volt, de nem csak igen. a szemében, hanem az osztály szemében is, és esetleg az osztályfőnök szemében is, csak akkor még nem tudtam, annyira diplomatikus lenne, hogy esetleg a fizika örömet kicsikét kordába szorítva megoldást uh-huh. könnyebbet tudtam választani. Tehát azért az elismerés uh-huh. megvolt, és az, hogy ez helyes volt. De ezt lehetett volna talán másképp is megoldani. Hát ezeken túlmentem. Ez volt talán a második állomás, és utána akkor tényleg valóban a visszatérve a súlyokra, tehát a sziklaemelésen kívül volt egy birkozás is közben, egy kis birkozás is, az még nem súlyemelés, azt is megemlítettem, hogy a birkozás szele is megütött, és volt egy-két év, amikor a vasas színeiben még indultam versenyen is, két versenyen, mind a kettő vereséget szenvedtem, és akkor abba is hagytam. De olyan híres birkózó volt ideig, óráig az edző, mint Müller Ferdinánd, vagy például Növényi Rudi bácsi, a Növényinek az édesapja, Rizmájer Józsi bácsi, aki a birkózókat ismeri, azok tudják, uh-huh. hogy ezek nagy nevek. Már ezért megérte, hogy egy kicsikét hozzájuk állhattam edzésre. És amikor a birkózás hamar véget ért, akkor elkezdődött fölfelül ívelő utam, ez volt az erőemelés. Ez 1975-ben történt, lementem Budapesten a 13. kerületi Hegedűs Zsola utcába, ahol egy kis
piszkos, poros pincében elkezdtem edzeni, ami abból állt, hogy nagyon sokat nyomtunk fekve padon, súlyokat fölvettünk a földről, meg guggoltunk súlyjal. Tehát ez a súlyemelő forma, ez az erőemelés, ez, ebbe beleszerelmesedtem. Mert ott egyszerűen, amihez nyúltam vashoz, az engem visszapuszilt. Tehát, hogy erőködni kellett, de azok a vasak úgy jöttek belém, én meg átéreztem őket, hogy könnyen fejlődtem kilóról kilóra, addig, hogy egy alap elkezdéstől 2 éven belül már magyar bajnok lettem a súlycsoportomban, és pár év múlva pedig már Európa rekorder lettem. Hány kilókat és hányszor kellett ahhoz fölemelni, hogy ebben az erőemelésben, tehát ebben a szakaszban ahhoz, hogy világrekordot állítsál fel? Tehát számokban kifejezve 1975-től 83-ban volt, tehát akkor azt jelenti, hogy egy 8 év telt el, amikor 83-ban, akkor még Csehszlovákiában Európa rekordot tudtam fekve nyomni, ez a bench press fekve nyomni, és akkor voltam 107 kiló, és 245 kilót nyomtam fekve. Akkor ez közép-európai rekord volt 2 évig. Akkor abban az időben az oroszok és az amerikaiak nyomtak hasonlót ebben a testsúlyban, és akkor ez a 245 kiló. Tehát a 2,5-szerese a súlyodnak, amit ki tudtam nyomni. Ez abban az időben, ez nagyon, nagyon látványos. Hát, hogy a csodál. Kiló volt. Talán még most is megállnám a helyemet, de azóta hát nagyon sok év telt el, és nagyon sokat nyomnak a legjobbak, már 300 kiló fölött is. Na jó, de nagyon sokat változott. Egy a technika, kettő a felkészülés, a technika változott, a szabályok is változtak, a technikai dolgok is, és most már nagyon-nagyon-nagyon sokan űzik ezt a sportákat, hála Istennek, és a mostani magyar fiatalok, lányok, fiúk, hát én nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hát persze, hogy hazabeszélek, hogy még ez az erőemelés nem olimpiai szám, mert úgy érzem, hogy ebben megmerem kockáztatni, hogy tucat számra hoznák haza az aranyérmeket a mi erőemelőink. Tehát itt 40-50 aranyérmről beszélhetnénk kis túlzással, annyira jók, tehát a világversenyeken. Egyzed is őket egyébként? Nekem van egy fiatal tanítványom, volt is egy lány tanítványom, de most aki számít, meg egyáltalán labdába rúghat, olyan nincs. Inkább magammal foglalkoztam, most kezdek el fiatalokkal foglalkozni, mert megkeresnek. Milyen Guinness rekordokat csináltál, milyen extrém események fűződnek a nevedhez. Melyik az, amelyik számodra a legkedvesebb volt? És melyik, ami a legküzdelmesebb? Hát az első élmény volt nekem a legizgalmasabb és a legjobb, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor olyan magamat csodáltam kívülről, mint hogyha egy sportás lennék, vagy egy vendég, aki néz. Te kívülről szoktad nézni magad? Én mindenképpen. Aha. Tehát mindenképpen kívülről nézem magamat is, és kívülről nézek sokszor másokat is. Ebben nincs felelősség. Tehát én nézem az embereket, és vizsgálom őket, meg a magam módja szerint, a magam elképzelés szerint rakom őket rendszerbe, rakom őket, behelyezem, de ugyanakkor magamat is kívülről. Magamon sokszor szoktam nevetni, röhögni, sőt van, amikor magamat, olyankat mondok magamra, hogy most jó felképelnek, vagy jó fenékbe billenteni, de ez csodálatos, mert jobban megismerem a dolgokat, tehát én magamat nem kímélem, tehát nem vagyok magammal elnéző. Hány órát edzel? Hát most már nagyon keveset, most már egy óra edzés elég, kifáradok, és... Viszont nem estek össze az izmaid. Most épp azt nézem tulajdonképpen, hogy nagyon sok olyan ember, akinek ilyen felfújt izmai vannak, és nem volt mögötte úgymond tartalom, az amikor abba hagyja azt a fajta aktív edzést, akkor egyszerűen összeesik a teste. Összeesik hát az izomzata. Azért én magamon is látom, ha elnézem magamat, hogy vannak, tehát én edzek rendesen, de... De az izmok ott vannak, bocsáss meg. Vannak izmok, amik... Az, hogy a bőrünk
nem olyan térfogatban, rugalmas. Térfogatban is, aha, mondjuk nagyobb voltam, akik nagyon jól ismernek, igen, akkor mondják, na az Árpi, mondják mostában azt mondják, hogy milyen csinos vagy, milyen jó nézel ki, mert esetleg leadtam azt, aha, a tömeget. Hát a zsír lement. Hát nem, akár zsír, akár izom, aha, amikor az ember úgy kicsit olyan macisabb, pufiban néz ki, mert azért nem szabad elfelejtenem, hogy idősebb lettem. Tehát ez törvényszerű, hiába, nem tudom, 15-20 év ezelőtt, persze nagyobb tömeggel, nagyobb mosolya, nagyobb ilyen elégedettséggel léteztem, ez megmaradt, de hiába ezek, tehát többet edzek, próbálok többet edzeni, már nem bírok. Uh-huh. Egyszerűen elfáradok. És nem csak, hogy elfáradok, azt teszem észre, hogy hát most meg kicsit lazíthatok, mert nem edzek annyit, de jól érzem magam. Uh-huh. De régen nem volt ilyen. Ott nem is kiszámoltam, hogy mennyit kell edzenem, hanem addig voltam a teremben, ameddig szó szerint, hanem az ájulás keringett. Most a számokban, igen, mondom, akkor 4 uh-huh óra. Tehát egy konditeremben 4 óra súlyemelés végig, hát az baromi elképesztő sok. Az azt jelentette, és akkor megállás nélkül nem voltam fáradt, nem. Sőt, amikor kijöttem a konditeremből, egyszerűen emelkedtem, uh-huh, mint egy madár föl. Itt tonnákba kifejez 80-100 tonnákat, vagy még többet is összeadva emeltem. Egy és nap. Egy nap. Egy, négyszer jártam edzésre, négyszer. De akkor azok olyan könnyen mentek. Most egy óra is elég. Mondhatom? Hogyha, bocsánat, igen, megállítlak, igen, egy pillanatra. A fogazatod hogy a csodába tud lenni ennyire erős? Tehát azt speciálisan hogyan tudtad az állkapcsodat erősíteni, mert azért, hát ugye foggal húzni, mert ezen agyaltam még itt, hogy atya, úristen, hát van akinek egy zsömlébe kitörik a foga, meg hát ugye az állkapocs, a nyaknak az izomzata, hát ez az egész gerincoszlop, annak a megtámasztása, nem is tudom elképzelni. Úgy érzem, hogy nem viszek el titkokat, nem viszek el titkokat az én különleges adottságomból, hogy tárgyakat húzok el. Én úgy érzem, hogy megosztom azokkal, akik igénylik. Neveket vagy neveket nem mondok, neveket, de vannak tanítványaim, akiknek ideig, óráig nem is én neveztem a magamat, a mentoruk voltam. Uh-huh. Akik fölkerestek, hogy ők is ezt. Nem is azt, hogy szeretnék, ők már elhatározták, hogy akarják csinálni, sőt, csinálják is, mert ez nem kell engedélyt, csinálják, de azért mégis megkerestek, és kértek tőlem véleményt, vagy esetleg ötleteket, vagy edzést, hogyan csináljam. Nem zárkoztam el, és ezt azért említem, mert szerintem más is tudna húzni kamiont, repülőt, hiszen én se vagyok különleges anyagból, emberanyagból, uh-huh, vagyok, de amit magaminak érzek, hogy ezt fölül lehet múlni, de én olyan elszántság, olyan fanatizmus volt bennem, és olyan készség, ami megelőzte az erőmet. Én azt nem tudhattam, uh-huh, hogy mire lesz elég, és akár ott a helyszínen belehalok, vagy szétszakadnak az izmeim, hanem egy olyan indítatás, minthogyha az életemért küzdöttem volna. Uh-huh. Nekem olyan fontos volt, ami az embernek az erejét megsokszorozza. Na most az a kérdés, hogy ezekben a fiatalokban van-e ilyen erő? Például, durva leszek, azt a repülőgépet el fogom húzni, és olyan munkát fektetek bele, ami szükséges hozzá, akár éjszakai edzéstől több órán keresztül. Olyan munka, háttérmunka, és olyan súlyemelés, vagy olyan speciális edzések, ami egyrészt időben is nagyon sok, és most van a legcsúnyább, amit mondani fogok, ezért sokan biztos megköveznének, talán azok, akik éltek el eredményt, és már nincsenek köztünk, akár a hegymászásban is, volt nekünk egy erős Zsoltunk is, ugye? Uh-huh. Már szegény nincs köztük, és én tisztelem amit megtett. Tehát én, hogyha egy kapcsolatban belekerült volna, vagy belekerült abba, hogy most én ezt csináljam, vagy még többet csináljak, és válasszam kell, akkor én a repülőgép húzást választottam. Ez azért csúnya, hogy én nem engedtem semmit magam mögött. Tehát mindent feláldoztál gyakorlatilag, igen, mindent azért, feláldoztam, és mindent feláldoztam szerinted a cél érdekében. Azért kell mondani, mert ebben, uh-huh, talán nem mondtam újat, hát sok hadvezér, meg esetleg
sportolók rajtam kívül, vagy egyszerűen a civil életben emberek valamilyen cél, vagy valamilyen öncél, igen, öncél érdekében, mert önmagunkért csinálom először. Tehát nem másokért. Önmagadért. És nem is az, nem is az országért. Az, hogy én legyek egy világbajnok, vagy egy vagy egy Európa-bajnok, először önmagamért akarom csinálni, hogy igenis avval én híres legyek, és avval kitűnjek a többi közül, legfeljebb azt az eredményt, amit elértem, most, sok-sok év múlva másokra is ráfordíthatom. Tehát ezt a erőt, ezt a hírnevet, amit elértem, úgy tudom másokra fordítani, hogy ezzel a hírnévvel tudok másoknak segítséget adni. Például egy jótékonysági rendezvényen, vagy egy olyan rendezvényen, ahol pénzt gyűjtenek szegényekre, vagy elesett, vagy beteg gyerekekre, sokszor ezt a rendezvényt meg kell támogatni, és olyan vendégeket és olyan sportakat hívnak meg, akik abban a sportágban egyszerűen a közben, tehát közszereplők híresek. Híresek, hiteles emberek, és muszáj ilyen történetben is részt venni. Na most, hogyha valaki valamilyen sportágból híressé vált, akkor most tud segíteni azokon, akiket most lehetne. Akkor nem hazamegy, leül és fekszik, és az érmeit a vitrínben simogatja és nézi, hanem azt mondja, akár 50 évesen, 60 évesen is kimegyek, és hogyha azt mondják, hogy álljunk a gyerekek mellett, és neked nem kell már be egy 5 kilót sem emelni, csak legyél ott, és a te személyeddel, a kisugárzásoddal és a gondoskodásod a gyerekek mellé áll. És ilyenkor jön be az, amit föl tudok használni. Ezt egy civil ember is, akinek semmilyen sport nincs áll maga, szintén megteheti, és most egy kicsit durva leszek, azok inkább talán, ha pénzzel tudnak betámasztani egy eseményt, egy pénzzel, nagyon sok pénzzel, vagy valamilyen kiváltsággal élő szponzorok, de sportemberek, neveket hagyd ne mondjak, mert mernék úgy mondani, nagy olimpikonok, világbajnokok, igenis odaállnak, és avval, hogy ők azt az eszmét, vagy azt a csoportot segítik, ez szerintem ez nagyon helyes és nagy dolog, mert nem mindenki vállalja még ezt sem. Milyen események mellé, vagy milyen rendezvények mellé állsz mostanában oda? Hát nekem az első a gyerekek. Gyerekek mellé álló. Jársz ki iskolákba, vagy ilyen sportegyesületekben? Ilyen közönségtalálkozókra? Kapcsolódhattam most már nagyon sok éve, 14 éve egy drogmentes maratonhoz kapcsolódó van, drogmentes maraton, egy ilyen prevenciós munkákat folytató kis csapathoz tartozhatok, aminek az a lényege, hogy a gyerekek próbáljanak ne a azért, mert nem beszélünk róla, van, ne fogyasszanak drogokat, kellő mértéktelen alkohol, tehát főleg a drogtól próbáljuk őket elvonni. Megelőzni, és ilyen mozgalomban most már 14 éve részt veszek, egyik védnöke vagyok, és kimegyünk iskolákba, tartanak beszámolókat, viszünk füzeteket, viszünk tesztlapokat, gyerekek kitöltik, csinálunk ilyen drogmentes esküt, fogadom, hogy nem nyúlok a drogokhoz, de ez így aranyosan mosolygunk, de ezek a gyerekek nagyon valóban fontos. Ezt megfogadják, és ezt meg is teszik, mert több év múlva visszamegyünk, és akkor halljuk, hogy megtapasztaljuk, hogy ezek a gyerekek valóban ezt betartották, és olyanokká váltak, akik még szintén példát mutatnak, továbbadják. Ezt is csinálom. Iskolákhoz megyünk ki, középiskolákba, és ez párosul mindig valamilyen rendezvényen, műsorokkal. És akkor ott én rendszeresen fellépek. És ezt hirdetem akkor az ottani igét, és megpróbálok ehhez adni magamat. Mi az a, most azt mondtad, hogy fellépek, ha azt mondom, hogy fellépek, akkor mi az a műsorszám, vagy sportszám, amit akkor egy ilyen rendezvényen bemutatsz? Mindig a hely dönti el. Hogyha szabadtéren vagyunk, akkor elkerülhetetlen egy kamionhúzás, valamilyen jármű. Még most is elhúzod a kamiont? Igen, még most is. Még most is, és nagyon úgy büszke vagyok magamra. Hát nem csodálom. Hát sokan azt mondják, hogy ne csináld, ne folytasd, ne. Sőt, már olyan kritikát is kaptam, hogy hát már lassan nagypapa leszek, felejtsem el,
mert most tolókocsiba fognak tolni engemet. Ez lehet jó indulatú is, de nálam ez a... Ez a doppingszer. Ez a doppingszer, hogy mondják, hogy ez még jobban dopping, azért is. És igen, valóban belátom, hogyha valami már kezd nekem lelkileg, testileg fájni, de még ott nem tartok. Egyszerűen nekem annál jobb nincs, mikor elmegyek egy rendezvényre, ami például a jövő héten is lesz, lehet a reklám helye. Ez Kispesten történik. Kispesten jövő csütörtökön, azt hiszem 22-e. Igen, azt gondolom. Szeptember 22-e. Autómentes nap lesz. És akkor nálunk a Kispesten egy nagy parkolóban több száz gyereket érintő, a környező iskolákból jönnek gyerekek, és ott a különböző rendőrkutyus bemutatón kívül tűzoltó autó megismerése, kipróbálása vetélkedőkön kívül, az Árpi bácsit is megnézhetik, a tűzoltót fogjuk elhúzni. Tűzoltó autót, ez 15 tonna. Őrület. És még erre képes vagyok, így a fogaimmal, hátrafelé sétálva, nem tudom, arra nem lesz válaszolt, majd... Erre az állkapcsolat mivel egyzett? Tehát ezt mivel lehet egyzeni, hogy képes vagy még most is elhúzni? Igen. Kikerülted a választ, de igen, minden, most annyi az kérdés időre, van, és igen, de gyorsan, ez muszáj. Gyorsan. Tehát mindenképpen a fizikai alap dolog, mármint nálam, hogy a kérdésre válaszol. A fog az azért szükséges, hogy azt a kötelet, amit a számba veszek, meg tudjam markolni, fogni. Az a vonószeg. Ráharapok, és az úgy is marad. Megfogom. Akkor ez egy stabil rögzítés. Innen a számból nem veszik ki, az biztos, ha csak az állkapcsomat ki nem tépik, mert az egész számot meg én nem engedem el, és olyan erő van benne, hogy még én magam is régebben, most már tudom, hogy mire vagy képes, csodálkoztam, hogy fú, félelmetes. Igen. Ez részben adottság. A fogak erősek, de adottság, mert más egy harapás, hogy összecsukban a számot, és a szlobánc letőre, és más ennek az állkapcsolatnak olyan ereje, hogy ezzel tudok lépni, oldalra húzni, vagy emelni. Érülök. És akkor a kérdésre válaszolva, mi volt a kérdés? Lehet az, hogy hogyan tudod ezt stabilizálni. Igen, ezt lehet edzeni még, tulajdonképpen nem is a fogakat. A fogakat elárulom, hogyan lehet, vagy az állkapcsolat erősíteni, a rágó, meg mégis a rágás fontos. Igen. Egész nap rágógumit mit kell rágni, vagy kis gumilabdákat. Aha. Régebben volt, hogy elmentem ilyen állatledes boltba, és akkor vettem kis ilyen kis gumilabdákat. Aha. És akkor kérdeztük, hogy milyen kutyának lesz. Hát mondom, én vagyok a kutya. Néztek, hogy hülye vagyok? Hát mondom, igen, vettem a számba és rágtam. És akkor elmondtam, hogy mire van, akkor megértettek és mosolyogtak. De lehet-e a rágással, a rágóizmokat? Hát hogyha egy szuvas, ápolatlan fog képtelen erre, mert ha beveszi valaki a kötelet, és azért mondtam nem voltam szerénytelen, hogy ez más is képes arra, aki egy hasonló fizikumú ember, hogyha a fogai épek meg az állkapcsolat. Tehát lehet valaki 180 kiló, ha esetleg nincsenek fogai, vagy ápolatlan, és lehet, hogy oda nyúl és eltörik. Tehát nagyon jó fogaknak lenni. És a nyakadat hogyan egy? A nyakamat pedig különböző gumikötél, tehát gumikötél expander, rendes kötél, nem, hanem a nyakamra függel vannak ilyen bőrszíjaim, amire hát fölcsatolom minden nyakörvet, és azon van karabiner, meg lánc, vagy gumikötél, vagy egyszerűen valami drótkötél. És a teremben például a csigákon, ahol súlyzok vannak, azt naponta például csinálok 100-at, 150-et, 80-100 kilókkal. Tehát csak leülök, vagy állok, és így húzogatom, hát ezáltal erősítem, vagy kint egy telephelyen, vagy egy utcán, egy autót, mondjuk egy kamiont, mikor nem látják, olyan helyen vagyok, elhúzom 50-szer 5 méter, vagy 8 méter, 10 métert. Amikor elmegyek ilyen történetre, akkor én már felkészülve vagyok. Tehát már beedzem magamat. Tehát gyakorlás, őrlek, nagyon sok gyakorlás. Ez egy ilyen... Mások számatlan unalmas, monoton, de nekem az élet. Ez életem, és ebben sok minden benne van, mert ebben a történetben, hogy én húzom azt az autót vagy a kamiont, ezzel én, meg az erőemeléssel, a sporttal, közhely, de szó szerint a világot bejárhattam. Tehát én már voltam Tokióban, voltam mostal az olimpia, volt Brazíliában, São Paulóban, Rióban, csodálatos, mint sportoló, nem mint turista. Tehát az, hogy valami föl kell, hogy pörgesse, hogy ki tudjon törni. Hát egy olyan gyerek, aki kényelmes a karosszékhoz, lehet tenisz, lehet
az nem fog erre képes lenni, mert neki ez nem fontos. Nekem nem volt egy saját ágyam, saját kis szobám nem volt. Nekem muszáj volt megteremteni azt, hogy kitörjek. Attól nem tudtam, én akkor nem tudtam még 8 éves fejjel vagy 10 éves fejjel, hogy én erőművész leszek, de azt tudtam, hogy valaki leszek, aki valamit olyat csinál, hogy kitűnök a többi között. Nekem ez életérzés volt, és ez a mai napig bevallom, hogy ez nekem kell az elismerés, a visszajelzés. Gyermeked részéről megvan a visszajelzés? Visszajelzés, igen, mert ő is gerehajító sportoló lett, de bele tudtam a sportot kicsikét úgy csempészni az életébe, tehát hogy megszerette a sportot, és ezáltal ő is kapott sok jót az edzőitől, a sporttársaitól, picit tőlem is, és megmenem kockázat. Elégedett vagyok. Az a kérdés, hogy ő elégedette velem, de azt hiszem igen, mert megvan közöttünk ez a jó apa-fiú kapcsolat, meg barát kapcsolat, meg tudok vele olyat beszélni, ami emberi gyarlóságokról szól, meg tudok vele beszélni egy szerelmet, tehát örömöt, bánatot, ez jó, ez egy jó partner. És mindenképpen ez az erő, amit én a sportolással megszerettettem, azért az nála jelenkezik, és ezt úgy látom, hogy örül, hogy ezt megismertettem vele, vagy egy kicsit rávittem erre az útra. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velünk. Köszönöm.